Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert, méghozzá folytassuk az elátkozott háznak a rendbehozását. Micsoda félelem lesz majd. És direkt ugye úgy újítom föl, hogy tulajdonképpen végig elátkozott ez. Sötétség, szellemek, meg mi egymás, úgyhogy tök jó lesz. Ő egy fürdőszobát megcsináltam, vagy kettőt? Na mindegy. Fönn volt kifestés is, de nem a teljes részt. Lehet, hogy még konyhát is fogunk csinálni. Hát nem fogjuk teljesen befejezni, nyilvánvaló, mert ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy ház. De ő elátkozott ház, gondoljatok bele. Utoljára hagyom szerintem a pincét, mert ott egy kicsit eléggé gázos hely. Na, itt vagyunk az irodánkban, az új irodánkban, és itt van a legfőső, az elátkozott ház, ami tulajdonképpen háromszintes, mert a pince az majdnem úgy olyan, mint hogyha. Igen. És közben kísérteni fognak, és még a lámpa se úgy fog működni, ahogy kellene majd. Villódzani fog, szemnek nem nagyon tesz jó, de hát ez van, ezt kell kibírni. Na nézzük. Hú, itt vagyunk. Ott van valaki. Az igen. Hello. Jó, oké. Lámpát gyújtsunk fel. Már el is tűnt. Hol van? Ugye borsózik a hátam. Aha. Itt van. Ide tettem, jó. Azt a mindenit, hogy rám nézett. Jó, oké. Ez megvan. Megcsináltam. Ez még nincs kifestve. Menjünk föl. Szóval a felső részt csináljuk. Hello! Most egy kicsit útban vagy, úgyhogy egy kicsit arrébb tesztek. Ide, jó? Jó, hát rám néz. Jó, ezt így megvan, kifestve. Ezt a fürdőszobát megcsináljuk. Azt a mindenit! Hogy az a... Hát jó, oké. Megijedtem. Egy kicsit hirtelen jött ez a dolog. Ajajaj, anyám. Azt a mindenit. Jó, oké. Ja. Erre iszok, mert ez most így hirtelen be... Jaj, kicsit hirtelen mozogtam. Na, akkor lássunk neki. Lehet, hogy kellene egy kicsit fényesebb, vagy értitek, valami jobb lámpa. Ugye ez nagyon jó. Tökéletes. Szerintem egy az bőven elegendő lesz. Elég kicsi a területe. Attól a szellemtől mindig megijedek. Nem tudom miért. Na ez már így jobb. Jó. Akkor kezdjük azzal, hogy... Csempék.
Most legyen egy ilyen. Ez jó. És ebből 1, 2, 3, 4, legyen 5. Biztos, ami biztos. És akkor csempézzük ezt a jó kis... Ja? Jó. Még meg kell szoknom, hogy így... Nem kell mindegyik után nyúlni, hanem... 10-es. Jó. Paf. Ez jó, oké. Aha. Még mielőtt ugye... megcsinálnánk így a zuhanyzó részt, meg minden egyebet. Először így csempézzük. Lehet, hogy megyünk oda a konyhát megcsinálni. Oda lentre. Hú. Nem hittem volna, hogy meghihetek. Pedig már egyszer láttam. És mindig elfejtem, hogy ott lesz. Nem mindig van ott. Szóval így. De ezek a hangok... De ez a villogás... A szellemek azért itt vannak köztünk. És állítólag jöttek valami újdonságok, majd azt meg kell néznem, mert... Még tavaly, tudjátok így, 2019? Igen. Lehet, hogy már nem lesz szükség a másikra, de azért jobb, hogyha van, ki tudja. Na? Jó. Vagyunk. Jó. Akkor ezt szerintem el is adjuk. Jó, és most megcsináljuk a padlót. Méghozzá. Padlócsempék. Fehér. Mindenképpen fehér. Ez egy jól bevált módszer. Jó. És akkor most rakjuk a zuhanyzó kabint. Legyen ez. Ez jó szokott lenni. Nem ezt. Ez. Jó. Így ez. Már megint valaki nyitogatja. Ez mi? Ja? Jó. A dugajok nem voltak kivéve. Na, most lesz jó. De miért így akarja? Nem így akarom. Ezt miért csinálja így? Aha. Uff.
De most szórakozik ez velem? Figyeljétek, ilyen zuhanyzót még életemben nem láttam, ez el van átkozva. Ez tényleg elátkozott. Ezt nem is szabadna így rakni. Szerintem ez nem kompatibilis. Nézzük meg a másikkal, a régebbivel. Mert ez itt valahogy eléggé furán nézett ki. Itt van a régi klasszikus. Betesszük így a lábakat. Dugaj, csavar. Aha, a régivel jó. Az újjal nem volt kompatibilis. Nem változtattak rajta. Nem mindegy. Oh-oh. Van egy kis gond. Szerintem... Jaj, ne! Ne. Oh. Ez is megszivatott. Jó, oké. Na, most bedurvulok. Zuhanyzó. Megszivatom, figyeljétek. Szórakoznak velem, ez az átkozott áll, ez szórakozik velem. Ugye? Ezt tudjátok így. Na nézzük. Most jó lesz. Igen, jó lesz. Jó. Ha megint nyitogatja valaki. Frászka. Na. Meg is van, megoldottam. Én úgy emlékszem, hogy ezt becsuktam, nem? Na mindegy. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy... WC? Ez jó lesz. De még előtte a kiépítéseket meg kell csinálnunk. Először is a mosdót. A mosdó az tulajdonképpen itt így lehet, és mellette a WC lesz. Aha. Mellette a WC. Megvan. És van egy olyan, hogy
ez jó lesz. Ide? Nem, nem, itt. Itt a törölköző szállító. Annak muszáj itt lennie. Közel az zuhanyzóból, ahogy kilép egyből tud zuhanyozni. Vagyis itt törölközni. Jó? Tökéletes. Mosjon a WC és a... És még szerintem a mosógépet is be tudjuk rakni oda. Az elég nagy ahhoz, hogy berakjuk. Na nézzük a WC-t. Ez tökéletes lesz. Kicsit úgy... Újni. Tökéletes. És... fölnyitható. És valami nagyon szuper... Ez mondjuk jó volt. Vagy nem. Ez jó lesz. És ilyen szép fehér. Tiszta fehér legyen. És akkor ez így jó is. Becsavarodzzuk. Belüljük. Úgy. Jó. Ó, tökéletes. Na. Nem működik a csap? Nem. Na mindegy. De kiúszhatóak. Király. Jó, tükör. Azt mondja, hogy dekorációk és tükrök. Mondjuk ez nem rossz. Lehet, hogy egy ilyen. Ez is bőven jó. Ha ilyen kis picurka tükör, nem kell nagy. Jó. És akkor itt lesz a mosógép. Annak még van bőven helye. És tulajdonképpen így... Így ide. Ja. Jó. Csavarintókat kivesszük. Jó. A doboz elindul. Jó, oké, visszarakjuk a felőt. Betekerjük. Már megint kinyílt valami ajtó. Szellem az munkálkodik. Jó. WC papír, ami kellenek. Aha, még azért egy ilyet. Van ilyen? És milyen szín? Ó, ez tökéletes. Nem is lehetne jobb. Ezt így ide? Ugye milyen jó? Király! És akkor ide még valami WC papírszerű síget. Ó! Meg is van. WC papírral. Ez ilyen aranyozott.
Tökéletes. Jó. És akkor kellene valami jó kis szőnyeg padlóra, ugye? Szőnyeg, és ugye ez a szokásos fehér szín, mert az menő. Jó. És akkor ez lenne a fürdőszoba, a második. Wow, kinyílt egy ajtó. Ez nem zárva volt? Ahó. Éha. Hát ez... ez nudli ez a... világítás, úgyhogy egyből megoldjuk, hogy... hogy jobb legyen. Ez szerintem iroda rész lesz. Mit szóltok hozzá? Nézzük. Úgyis két hálószoba. Ez azt mondja, hogy mit is akartam? Ja, lámpákat. Igen. Kettő lámpa lesz. Ilyen. Itt lesz az egyik. Így lesz a másik. Már csak úgy kell, hogy ez középen legyen. Jó, ezt egy kicsit elrébb. Jó. Na nézzük csak. Most oldottam le. Ez mi már? Á! Hello! Itt volt egy ilyen kisebb szoba. De most meglátjuk, hogy a dolgozó szobának ide rakunk ki egy íróasztalt, bár remélem, hogy be fog férni. Na nézzük! Íróasztalok. Ugye egy ilyet be tudunk rakni? Ez mondjuk eléggé nagy, de nézzük meg. Nincs semmi vesztenivalunk. Jézusom, rózsaszín fúj. Mondjuk ez túl, ez jó. Na nézzük csak meg. Ez így jó lesz. Várj csak! Csináltam így a radiátort, még azt megcsináljuk. És hogy odarakjuk. Nem ezt a nagyot. Kisebbet kell. És... ide. Ja. Csavarintó. Jó. Na, és akkor hát tulajdonképpen a gamer cuccokat kell megkeresnünk. Vannak olyanok, hogy egyébként megnézzük, nézzük meg, hogy csak ennyi van. Hát ez nem túl. Mondjuk a fekete mocska az nem rossz. Halloween-es cucc. Ezt meg. Adjuk el. Úgy de szép a szemed.
Csak rám kacsinta. Szúva. Na jó. Régi tévé, ez jó. De hát ez nem sok. Ezek, na kellik. Gamer. Aha, jó. Ez lesz az. És akkor egy ilyen pirosan... Igen. Így. Ez így tökéletes. Jó. Akkor ez a monitor, ez hol legyen? Itt legyen. Így. Jó. Tökéletes. Inkább így. Jó. Oké. Akkor hát nyilvánvaló, hogy a gamer ház nem hiányozhat. Azt így ide. Így. Ide. Úgy de menő. Menő a manó. Pad. Ezt muszáj, egérpad. Úgy de menő. Most jön a billentyűzet. Tiszta piros lesz itt így. Király. Igen. Jó kis egerentyű. Tökéletes. Hát a... kell egy ilyen mikrofon. Ezt így lehetne ide rakni. Egyenes majd eldönti valami. Ő azért lehetne egy... Fekete. Az jó. Ezt így. Ide rakjuk. És ennetán nem egérrel, hanem távirányítóval. Füles. Szigorúan itt. És... lesz ez még így. Jó. Tökéletes. Szerintem amikor az irodát megcsináltuk, vagy a dolgozószobát, ugye ahol van a gamer cucc, utána csináljuk meg a konyhát, igen. Azt még majd meg kell csinálnunk, mindjárt nézzük. Ez nem az. Jó lesz ez. Vagy fekete. Nem, azért legyen egy ilyen barnásabb, sötét barnásabb szín. Jó. Így. Jó. Szerintem ez így tökéletes lesz. Szerintem ezt ide kellene rakni, helyezni, és ide pedig
ott egy hangfal, itt így hangfal, jó? Tényleg nekem is majd a hangfal rendszeremet innen ne kell cserélnem. Ha van egy 19 szólós... Képernyő. Vagyis, hogy monitorom. Kocka monitor. Samsung. Tudjátok mit? Még legyen itt egy harmadik. Megállt a kép, képzeljétek. Biztos, hogy valami elátkozott szellem tehette ezt a dolgot. Na jó, oké. Okay. Sőt, van egy kép, egy dekoráció. Melyik is lesz az? Itt legalul lesz. Ugye ez az. Ez az. Tökéletes. Ez egy kicsit nagy. Na. Aha. Ide vagy ide? Nem, ide. Jó, király. Hát ugye a munkához, munka után le kellene dőlnünk, úgyhogy valami jó kis kanapét kell raknunk. Mondjuk lehetne egy ilyen Ez milyen, szerintetek? Rövidke. Hát, ez nem is kanapé, ez... Ez úgy még ágy se volt, inkább ilyen ülő alkalmatosság kb. Jó, oké, nézzünk valami jobbat. Mi van akkor, hogyha... Most így... Egy ilyen. Mondjuk ez majdnem ugyanolyan. Mindegy, legyen így. És akkor ide egy szekrényt. De hát nem tudunk bármilyen szekrényt odarakni, hanem... Azon gondolkozok, hogy lehet, hogy milyen szekrény legyen. Ez mondjuk jó, lehet, hogy kicsi. Ú, de jó, néz ki így. Ez kicsi. Pici, kicsi, pici. Akkor nézzünk meg mást. Nézzünk meg valami másat. Szóval ez túl kicsi volt. Ez is egy ilyen picurka. Hát szerintem ugyanakkora. Nem, kicsivel nagyobb. Még az eleje? Ja, ez az eleje, jó. Tökéletes. Csak ez úgy nem nagyon illik bele a sötét. Na mindegy. És akkor még itt lehetne egy ilyen szekrényt, ilyesmit. Ilyenre gondoltam. Nem. Ez mondjuk jó. Uh-huh.
szőnyeg. Milyen szőnyeget lehetne ide? Hűha. Csíkos szőnyeg. Ez elég vad. Mindegy, legyen egy. Ez nem illik oda. Nem tudunk mit csinálni vele. Kellene egy olyan, hogy fiókos szekrény? Vagy nézzük meg ezt? Hűha! Eléggé ilyen szellemes. Jó, jó ez. Aha. Igen. És ide egy. Na. Tükröt. Méghozzá egy ilyet. Ez nekem így nem tetszik. Túl kirívó. Valami mást kell. Na nézzük csak. Kanapé. Ez egy kicsit hosszabb, ez jó is. Aha, tényleg hosszabb. Akkor nem fog beférni. Izé miatt. Nézzük csak. Férni. Pont nem fér be. És mi van akkor, hogyha ezt berakjuk ide? Befér? Nem fér be. És akkor ez? Ez befér. De jó. Akkor itt lesz. És akkor ez ide kerül. Ez meg ide. Jó. Szerintem jó lesz. Csak át kellett egy kicsit rendezni. Még ide egy képet. De miért? Hát nincsenek olyan Halloween-os képek. Képek. Mindegy. Jó lesz ez is. Ez túl kicsi. Ez már jó. Cica, ott van cica. Itt kell még valaminek lennie. Meg ott is. Órának. És kell lennie, de
De azt mondja, nézzük meg így a képeket. Kell... Ezek újjak. Hoho. Milyen poszterek, figyeljétek. House Flipper-es poszterek? De jó. Ezt nem is láttam. Jó, akkor lesz egy ilyen. Na jó, ez a sötétes. De jó, ez nagyon király. Tiszta ilyen elátkozott házas stílus. Jó, jó, tetszik, tetszik. Már csak egy óriás képet. Mondjuk... Mondjuk ez jó. Csak az a baj, hogy... Hoppá, mekkora ez a kép, azt a mindenit. Jó? Hát ez belefér. Kicsit így. Jó. Már csak ide kellene valami. Nem, ide, 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 ide. Kajlókép. Ó, ez tökéletes. És úgy, hogy ezt egy kicsit csöppet középre rakom. Jó lesz. Oké, ide kellene valami. De mi? Mondjuk... ez egy kicsit nagy. Művész lélek. Jó, mehetünk. Ja, még egy órát. Azt kihagytuk. Órát. Órák. De jól néz ki ez. Király. Na, meg is van. Na, hát... Aha. Itt még lámpákat kell beszerezni. Ezek így jók. Sőt, szerintem akkor legyen ilyen jó kis fekete. Ez egy kicsit így. Furek az árnyékok. Hát meg kell szoknunk. Jó. Na nézzük csak, milyen világos lett. Tökéletes. Ja, most vettem észre. Hajjaj. Milyen festéket használtunk? Hát ez gáz. Elfejtettem. De lehet, hogy tudni fogom. Szerintem ez. Az a nap olyan, hogyha nem. Nem. A szín az nem stimmel.
két barack van. Az nem lehet. Mindegyik barack. Hát jó, nézzük csak meg. Hát ez nem az. Akkor ez a mandula lesz. Nem. Egyszerű, csodás. Fogalmam sincs, milyen szint használtam. Hát ez... egyszerű. Most kettő lehet. Vagy ez, vagy ez. Próbáljuk ki ezt. Ne. Akkor ez a teljes kávé. Hoppá. Más nyomtam. Világos barack? Fogadjunk, hogy ez a világos barack lesz. Hozzéher. Hoppers! Az volt. Csak rá kellett jönnöm. Jaj, na, mindegy. Ez így megvan. Menjünk le a... konyába! Hello, mosolygos! Már nem mosolyog. Na jó, szórakoznak velem. Na. Akkor ez lenne a konyha. Hol van itt a lámpa? Hát ez nem túl bizalomgerjesztő, ez ilyen kis mini konyha lesz. Étkező, hát benyomorítunk, talán így be tudunk nyomorítani szépen. Mindegy, szerintem festékek közül nézzük csak meg, hogy melyiket lehetne. Szerintem kettőt. Igen, ez mandula. Indul a mandula. Na, hát... kinyílt az ajtó. Nagyszerű, csodás. Ami villogott. Hú. Próbálom fehér bútorral majd így helyre rakni így a dolgokat, hangulatosabbá tenni. Ami tök jó. Ti-ti-di-ti-di-di. Jó. Mi csöppet? Hogy mi? És itt
első oldalt. Szerintem ne adjuk el, még lehet, hogy kell festeni. Még ezt így. Húha! Szerintem ezt talán párt megszüntetjük, és helyette valami mást rakunk. Szerintem ugyanazt a lámpát. Fehér. Kettőt. Egyet ide. Egyet ide. Aha. Kicsit így elrébb. Ez meg nagyon előre így. Jó? Így. Megvan. Még egy kicsit így. Tökéletes. Hú, de szemrontó. Ez a villogás. Na mindegy. Valami mocorgást hallok a háttérbe. Nagyszerű, sajnos. Mondjuk lehetne így. Szófehér, nem? Szerintem maradjunk így. Ennél. Tökéletes. Pont ide passzol. Jó. Hát a hűtő legyen egy jó nagy giga mega hűtő. Na nézzük. Ja, ezt itt kell. Nem, ez jó lesz. Nem. Ez jó, fekete. Király. És ez így pont passzolni is fog. Na, csodálatos. Már csak azt kell megtudni, hogy a sütőt azt hova rakjuk. Na igen. Tudjátok mit? Mit szólnátok, ha itt lenne a hűtő külön? Így. És akkor a sütőt azt oda rakjuk. Sütőt. Na megint. Ja, de várjunk csak! Hát nem is kell ilyen sütő. Hát elég, hogyha csak egy ilyet rakunk oda. Ide. Jaj. Hát akkor vissza az egész. Mondjuk... ez itt jó. Nem lesz elszívó, de minek. Akkor gyere csak vissza. Így tökéletes lesz. Jó. Csuk már be. Uzat van. Na nézzük. Étkező asztal. Szerintem most, hogy így megcsináljuk a
Megcsináljuk a konyhát, utána... utána vége. Igen. Mondjuk a fekete meg a fekete fa között mi a különbség? Vörös meg nem is vörös. Na mindegy. Fekete. Már ez lehet, hogy nagy lesz. De mi lenne, hogyha ezt így ide raknánk? Nem középen lenne, hanem a szélén. Akkor útban lesz a hűtő. Itt meg pláne. Útban lesz, vagy... hogy így meg tudjuk csinálni, szerintetek? Hogyha így lenne. És akkor mindenkinek lenne hely. Nézzük meg székek. Székek. Valami jó kis. Rusztikus. Ez jó lesz. És feketében nincs. Mondjuk ez se rossz. Egy, kettő, három, négy, király, nem is lehetne jobb, tökéletes. Már mondjuk hasonló bútoroknak kell lenniük, de hát mindegy, jó ez így is. Ide meg egy jó nagy növényt kellene raknunk. Mit szóltok hozzá? Növények. Hoppá, ez kell nekem. És... tökéletes. Egyébként 13 négyzetméteres konyha az nem rossz. Pláne, hogyha magától kinyílik az ajtó. Ja. Mindegy. Mondjuk kellene oda egy jó kis kép. Tudjátok, az a macskás kép. Azt rakjuk föl. Hol volt az? Mondjuk ez sem rossz. Kaktusz. Legyen egy kaktusz. Kaktusz. Mondjuk egy ilyen. Ide. Ez egy ilyen kis nokelli, de hát ez van. Jó az. De ide nem, hanem csempe kellene. Sötétes csempét vegyünk. Hú, ez jó lesz.
Hűha. Ez egy kicsit érdekes stílusú, de nagyjából jó. Oda egy órát. Mondjuk egy ilyet. Ez azért menő. Nem. Túl nagy ez az óra. Na, mi így van, mert ez tökéletes. És akkor kell pár kiegészítő. Szóltok hozzá, hogyha így... Húha, ez nagyon durva, mi? Jó, legyen egy ilyen. És... szerintem itt ez így jó. Így. Ide. Most így feketében. Mondjuk jó. Csak hova? Lehet így is. Már útban lesz, amikor kinyitjuk a hűtőt, de hát itt mindent lehet csinálni. Ugye be? Így. Mikrót is be kell tenni valahogy. Közben, ahogy megütöttem a térdemet, egyből kinyit. Mint kenyértartó. Nem is láttam még ilyet. Jó, oké. Ez egy új. Szerintem ezt így ide, és... van kenyértartó, milyen kemény! Wow! Király. Vágódeszka. Ide. És kést mellé rakunk. Ilyen húva. Ez nem kemény kés, nem? Nem lehet rárakni mi. Mindegy. Akkor mikrót. Az lehet az utolsó. Nem, ő kell kávéfőző is. De az hogy fog elférni? Hát ez így... mindegy. Szerintem ezt így... ide. Nincs öpögtető. Nem fél. Na mindegy. Itt lesz még a kávéfőző. Elég nagy? Túl nagy. Szerintem menjen a kávézóba. Na, és hát akkor ennyi lett. Így a...
Nézzünk le. Hello. Azt a mindenit. Azt... Oh. Gyorsan húzzunk el innen. Hú, de jó lesz itt majd dolgokat csinálni. Mindegy. Három szobát megcsináltunk, vagyis hogy három helyiséget. Úgyhogy ki van pipálva a konyha, most van ez a nagy szoba. Van fönt két háló. Igen. Na, húzzunk el innen. Nincs senki? Hú. Hát ezt megúsztuk. Nem vált kint senki. Se halálfejes, se senki. Úgyhogy... Hú. Megúsztuk. Az biztos, hogy nem lesz külső festés. Ebben a házban. Na, töltsön be. Hogyni. Végre hazaértünk egy jó, nyugis helyre. Tengerpart, vissza a természetbe. Ho-ho, de jó volt. Ho, na. Menjünk vissza. Dolgozó szobánkba. Srác. Jó volt. Úgyhogy már végeztünk, vagyis hogy ebben a videóban. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!